2,5 és fél millió forintos támogatást osztott fel a Bátaszégi Képviselőtestület a település civil szervezetei között. A minden fél évben odaítélt támogatást szinte minden pályázó megkapta. 2 millió 375 ezer forint került felosztásra a két és fél millió forintos keretből. Reméljük, hogy a második félében is tudunk majd megfelelő forrásokat biztosítani, és esetleg ki tudjuk írni majd a második félével és a civil szervezetek számára egy támogatás szerzési lehetőséget. Arról is döntött a képviselőtestület, hogy a TOP plusz keretein belül a belterületi utak fejlesztésére is nyújtanának be pályázatot. Három tanulmányt hagytak jóvá az ülésen. Az egyik megalapozó tanulmány a Bezerédi utca teljes felújítását tartalmazta és tartalmazza. Ez lesz az egyik pályázatunk. A másik meg az alapozó tanulmány, az az Olimpia Orbán utcának a felújítását tartalmazza. Ez a két pályázat gyakorlatilag a helyi tömegközlekedés szempontjából kiemelt útszakasznak minősül. A tervek szerint kiszélesítik és stabilizálják is majd ezeket az utakat. Hogy korszerűbb és biztonságosabb közlekedési körülményeket tudjanak teremteni a városban. A beruházásokra összesen 250-280 millió forintos támogatásra pályázik Bátaszékvárosa.